Mit mondanál hozzá, hogyha azt mondanám, hogy a jövőben nem kell majd megjegyezned egy csomó jelszót, vagy nem lesz jelszómenedzserre szükséged, vagy ilyesmi. Mit szólnál hozzá, hogyha azt mondanám, hogy be lehet lépni akár felhasználó név és jelszó nélkül is? Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs játékos hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és a mai részben beszéljünk a jelszó nélküli belépésekről. És hogy miért is van ennek relevanciája? Hát azért, mert a támadások egy igen-igen nagy százaléka az hát valamiféle kiszivárgott vagy gyenge jelszóból indul ki. Plusz, hogyha jelszót használsz, mondjuk akár egy netbanki belépéshez, vagy Facebookhoz, vagy a Googlehez, vagy akárhova, akkor ugyebár ez adathalászattal lopható, tehát rá tudnak venni sok-sok embert arra, hogy kamu oldalon adja meg az adatait. Tudjátok, arra gondolok, tipikus phishing, mikor átirányít egy belépési oldalra, például, mint hogyha a Google-be kéne belépni, de igazából rohadtul a Google-be lépsz be, hanem valami teljesen random URL van fenn, és ilyenkor az egész csak arra megy ki, hogy a te adataidat hát lelopják, és azzal megpróbáljanak belépni akárhova. És persze a password reuse, azaz a jelszó újra használat, az szintén egy nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma. A felhasználóknak nagyon-nagyon nagy százaléka nagyon kevés jelszót használ nagyon sok helyen, tehát ugyanazt a jelszót több szájton is használja, több rendszerben is használja, aminek nyilvánvalóan az eredménye az lesz, hogyha akár csak egy helyet megtörnek, ahol ő így lépett be, akkor az onnan kiszivárgott e-mail cím jelszó párossal lehet, hogy végig tudna gyalogolni még jó pár szájton, amit lássuk be, hogy annyira azért nem fenzi dolog. Szóval a világ arra megy, hogy a jelszavakat lehet, hogy el kéne felejtenünk, mármint, hogy érted, nem úgy elfelejteni, hogy jaj, elfelejtettem a jelszavamat, hanem ezt az egész jelszavas belépéses történetet valamilyen módon ki kéne váltani, meg kéne erősíteni. És erre persze jöttek azok a megoldások, hogy először SMS-ben kapták kódot, vagy egyéb ilyen második faktoros azonosítás kellett hozzá, mondjuk mobilról, vagy multifaktor, vagy hasonló dolgok jöttek be, de ugye itt még mindig kellett hozzá felhasználni a jelszó, plusz volt egy faktor, megint csak, hogyha ezt a jelszót máshol használtad, ahol nem volt multifaktor beléptetés, akkor ott problémás lehetett, plusz meg kellett jegyezned, vagy jegyeztetned egy password managerrel egy rakat jelszót. Mi lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy nem kéne ezt megjegyezni, és a multifaktor helyébe léphetne egy olyan megoldás, ami nyilvánvalóan ugyanarra hajaz, hogy nem valamit tudni, mint a jelszót, hanem valamit birtokolni egy eszközt. És ez az eszköz, tehát a telefonod segíthetne abban téged, hogy be tudjál lépni a különböző rendszerekbe. Egyébként az ilyen online autentikációkhoz van egy szervezet, egy egyesülés, a FIDO vagy FIDO Alliance, aki kidolgozta a FIDO, illetve FIDO 2-es szabványt. A FIDO vagy FIDO az a Fast Identity Online-nak a mozaik szava, ami szervezet és ami szabvány arra próbál terelgetni mindenkit, hogy valami hatékony, kényelmes, ám mégis az eddigieknél biztonságosabb autentikációs felületet és hát frameworköt tudjon adni. Na most ennek a FIDO-nak az egyik lehetősége most már a Passkey, ami hát Apple-n talán már működik is, az Android-nál pedig tegnap jelentették be, pontosabban a Google-nál tegnap jelentették be, hogy most már bétába van, és akár ki is lehet próbálni. Egyébként, hogyha ezt ki akarod próbálni, akkor fel kell telepíteni a Google Services-ből a bétát az Android telefonodra, és úgy tudod kipróbálni, de még idén jön hozzá minden, ami kellhet. És hogy néz ki ez működés közben? Először is van egy olyan, mondjuk webalkalmazás, ami támogatja a FIDO-s autentikációt. Ilyenkor nyilván először be kell lépned egy felhasználó jelszóval, ám de, hogyha ez a site, ez az alkalmazás érzékeli azt, hogy te egy passkey-kompatibilis, FIDO-kompatibilis eszközzel próbálsz belépni,
akkor ajánlás szerint megkérdezi, hogy oké, neked ilyen eszközöd van, akkor talán hozzunk létre egy ilyen passkeyt, hogy biztonságosabban léphessél be. Ha te ezt létrehozod, akkor innentől kezdve a telefonod le fog tárolni egy privát kulcsot, a szájton letárolnak egy publikus kulcsot, publikus, tehát az nem baj, hogyha kiszivárog, és ezzel a két kulcssal, privát és publikus kulcssal lehet majd téged azonosítani. Innentől kezdve, hogyha legközelebb akarsz lépni a szájtra, akkor nem kell megadnod sem a felhasználó nevedet, sem a jelszavadat, egyszerűen rákattintasz a passkeyes belépésre, a telefonon föl fog jönni, hogy ha-hó, azonosíts magad, a telefonodon az például az új lenyomattal, vagy arcfelismeréssel, vagy a képernyőzár feloldásával tudod azonosítani, hogy tényleg te vagy az, és a másik oldalon az applikáció pedig be fog téged engedni. Úgyhogy ennyire egyszerű az egész. És persze, hogyha átmész egy másik gépre, mondjuk valakinek a gépére, és ott be kéne lépned, de nem akarod annak a másik embernek a gépén bepötyögni a jelszavadat, mert ez egy ismeretlen gép, akkor mit tudsz csinálni? Rábüksz ott is a passkeyes belépésre, feldob egy QR kódot, azt a telefonoddal leolvasod, majd a telefon lekommunikálja a számítógéppel, például Bluetooth-on keresztül, hogy akkor mi is a kulcs, és onnantól kezdve be tudsz lépni szintén a telefonod segítségével egy idegen számítógépre. Úgyhogy elvileg teljesen jól és seamless fog működni a dolog. Megmondom őszintén, hogy én nagyon várom ezt a dolgot. Szerintem viszonylag sok problémát meg lehet majd vele szüntetni. Nyilvánvalóan fog behozni új problémákat is. Például mi van akkor, hogyha a telefonodat elhagyod, ellopják, nem tudom, hogy fogod tudni visszaszerezni a dolgaidat, biztos, hogy lesz, vagy van erre valami megoldás, még annyira nem ástam bele magam, de egy kicsit ez egy újabb gondolkodást igényel mindenkitől. És hackerként, pentesterként pedig, hát bizonyos lehetőségek olykor ki fognak esni a szerszámos ládánkból, tehát például az, hogy megpróbáljunk gyenge jelszavakat keresni, vagy egy SQL dumpból mondjuk megpróbáljunk visszatörni jelszóhasseket, hogy hát ha valakinek gyenge jelszó volt, és azzal belépni, az lehet, hogy itt meg fog feküdni, bár nyilvánvalóan a régebbi telefonokat használó embereknél ez egy darabig nem lesz elérhető, tehát még valamennyi ideig számíthatunk arra, hogy sok jelszavas belépés lesz, és persze a másik felé is ott van, hogy bár itt van ez a FIDO, meg most a FIDO 2-es szabvány, de kérdés az, hogy hány weboldalnál fogják például ezt implementálni, ami egyébként elég egyszerű, tehát JavaScript-es megoldás van rá, hogy behúzzad, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag működhet mindenféle extra cucc nélkül, tehát elvileg egyszerűnek kéne, hogy legyen, de vannak kétségeim afelől, hogy mennyire fogják ezt használni és belefejleszteni a fejlesztők. Az új rendszerekben valószínűleg már nagyobb esélye lesz benne, a régiek hát szerintem nem fognak már így időt tölteni, meg pénzt költeni. És egyébként, hogy megnézzük az új rendszereknél is, például a kétfaktoros azonosítás viszonylag kevés helyen van megoldva, ahol megvan ott, meg nem mindig van jól implementálva. Na igen, szóval kérdés, hogy mit az a jövő. De én azt gondolom minden esetre, hogy ez a passkeyes megoldás, ez mindenféleképpen előre mutató, és egy nagy előnye az lesz, hogy kényelmes, ez a felhasználónak kényelmes lesz. Szóval, hogyha ezt ki akarod próbálni, akkor az androidos rendszeredre a bétát föl kell rakni a Google Play Services-ből, és úgy már ki lehet próbálni. Van egy olyan site, hogy tribank.us, az regisztrálni nem lehet, de azt hiszem, hogy Elisa a felhasználó név, és Paszki a jelszó, amivel föl fogja dobni ezt a dolgot, és hogyha fölrakod a Playből a bétát most, akkor el is tudod tárolni majd szépen új lenyomattal ezt a passkeyt, és ki tudod próbálni működés közben, de mondom, évvégéig elvileg jön ki teljesen publikba, tehát elkezdik majd szépen minden egyes készülékre ezt kiküldeni. Én nagyon várom, hogy nekem egy Google Pixel telefonom van most, úgyhogy szerintem az elsők között leszek, aki ezt kipróbálhatja, és várom. Na, szóval meglátjuk, mit az a jövő. Én bízom benne, hogy azért tényleg jelszómentessé tudunk válni. Legyetek jók, találkozunk jövő héten. Sziasztok!